Sziasztok! Az én nevem James Ox, és ez itt most egy Minecraft gameplay videónk lesz, ami ugyebár nekem az első videóm a csatornámon, mert ugyebár, ha megnéztétek, nekem 1500 feliratkozón van, amit nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök, és csak énekes dalokat raktam fel, amiben konverek vannak, meg coverek, tehát igazából tehát ez egy énekes csatorna, de most csinálok egy újdonságot, ugyebár gameplayeket akarok felrakni, és gondolkodtam, hogy mit rakjak fel, és a minap hívtak engem meg egy jó kis Minecraft szerverre, aminek a neve Lycra, és itt van velünk tulajdonosok, szóval az első konvárd, gyere kérlek szépen, gyere előre, és mutatkozz be. Sziasztok, konvárd vagyok. Oké, és menj vissza, utána jön Mini. Minimaus. Hol vagy? Melyik vagy? Ha, szia, Minimaus. Jaj, de szép vagy. Ja, ez olyan, mintha én most itt állnék, mint egy isten. Na jó, bocsi. Oké, egyébként nagyon szépen néz ki az egész egyébként. Tehát itt nézem körbe-körbe. És tök jól néz ki. Na, itt van velünk Zsovó, aki az FPS System tulajdonosa, és nagyon szépen köszönjük, mert ő adja a mi szervert. Ő adja nekünk. Szia! Szervusz! Itt a Dáridó. Na oké. Okay. És itt van velünk Bishop. Mester. Fú, milyen... Hello. Fú, milyen aranyizét van. Tehát ez szemüveg? Szemüveg. Nagyon tuning. Nem akarok lézersugarakat lárulni. Ja, hát tiszta ilyen izé, tehát ilyen X-menes. Na, akkor mutassátok be nekem a szervert, mert ez egy szervermutató lesz, mint tudjátok, mert ez egy újon induló cucc, úgyhogy elindulunk. Ugye itt, ha megnyom az F1-et, ugyebár itt tök szép dolgok vannak, tehát például az üdvözöllek a szerverem James Dog, tehát a nevemet kiírja, gondolom, hogy mindenkinek a nevét kiírja, aki bejön ide, ugye? Hát ez egyértelmű. De ez tök jól néz ki egyébként, tehát ahol fordulsz, arra fordul, tehát ez marha jó. Nagyon aprólékos munka, tök jól néz ki, ott felül is van, üdvözöllek a szerveren, tök jó. Na, ide melyek előre, srácok? Nagyon jól néz ki ez a kis szökőkút. Uh-huh. Jók a fák, de fákon lehet ugrálni, ez tök jó. Hű, én vagyok Maki majom. Na jó, nem. Na, itt lemegyünk tovább. Merre vagytok? Ja, itt vagytok-e? Itt van konvárd. Mini kapcsolat ki a láthatatlanságot, légy szíves. Köszi. Minimaus, vezess minket. Mm. Vezess az utakon, mindegy. Nézzünk meg ezt egy pervarp infót. Oké. Akkor bérom pervarp in. Ha csak simán a pervarpot írod be, akkor ott kiállítja az összes varpot. Wow. Ez itt nagyon jól néz ki. Itt mit tudunk megnézni? Olvasgass picit. Látjátok, van bolt rendszer, és van itt táblákról info. Igen, táblák érdemes jobb kéket, igen. Igen, tök jól néz ki. Vannak bolt rendszerek, ugyebár lehet csomó cuccot venni. Ezt meg tudjátok nézni a weboldalon, amit a videó alján fogtok látni, igazából, és ott lesznek az infók, minden info, tehát a szerverről van külön TS, van külön weboldal, és van külön névre szóló login, vagy nem tudom, minek hívják, úgyhogy, igen. Annyit hozzátennék ez a dologhoz, hogy a weben főként mindent elértek, szóval, hogyha valami problémátok van, akkor Bishop barátunk, ugye a supportos, ő kezeli a support opciónk alatt lévő üzeneteket. Szóval például, hogyha ugyebár a támogatás is ott van, például, hogyha egy támogatás nem úgy sült el, ahogy ti szerettétek volna, akkor nyugodtan oda kell írni, vagy játékkal kapcsolatos elfelejteti eszok és hasonlók. Igen, ez nagyon mindenkinek szívesen segít. Természetesen a szerver szabályzata is megtalálta a webben, ami folyamatosan bővül, és a szabályzat nem tudása nem mentesít fel a büntetés alól. Na, akkor folytassuk. Igen, mondja, hova menjünk. Per. Na, itt van, mondjuk itt próbáljuk ki a lift rendszert. Le van írva minden, picit olvasgass. Legyen egyszerű egy kis. Először is szükségünk van két vasblokkra, vagy többre. A vasblokk mennyisége tőled függ, mennyi lift fog kelleni neked. Emeletszerűen le kell rakni egyel alul a fölé, igen, fölalalalala. Utazni, akkor shift. Ugyanakkor neki. Aha. És hogy tudok lemenni? Shift-tel.
Hú, de jó lesz ki. Aha. De jó. Próbálgathatjátok, nem mindegyik fog működni. Igen. Mindegyik le van írva, hogy mi melyik hogy működik. De hogyha flabok van, akkor egyből le... Wow, micsoda dolgok vannak itt. És itt vagyunk, hányadik emeleten? Harmadik emelet, ugye? Itt az első emelet, ide van írva minden. Igen, egyébként jó olvasni a táblákat, mert minden le van írva. Tehát ugye én egy kicsit nagyon kezdő vagyok Minecraft téren egyébként, tehát nekem ez nem tudom, hányadik órám, de valószínűleg nem 100 órák vannak bennem. Úgyhogy egyre úgy csinálok, mint egy kisgyerek, aki először van egy szerveren, és wow, hú, tényleg az van, tényleg az van. Na, srácok, szerintem itt végeztünk? Itt végeztünk, igen. Munkákhoz. Per warp munkák? Vagy per munkák? Pontosan, per warp munkák. Warp. Igen. Itt vagyunk per munkák. Wow, várj, mi van itt kiírva? A munkák felvételéhez jobb klik a táblára. Nem erre. Ja. Nem erre. Farmer, de jó, farmer, vadász, mágikus, sörfőző, fegyver. Szerintem közösen mutassunk be egyfajta munkát. Igen. Választotok ki szerintetek. Melyik lesz? Hát? Ti döntötök. Szerintem a legesleg egyszerűbb az a vagy a favágó, vagy a vadász lenne. Akkor legyen vadász mondjuk, jó? Mert szeretek vadászni. Csajokra is, ne jó, csak vicceltem. Szóval jobb klik, ugye? Igen, jó, a táblára. Oké, okay. You haven't joined to job. Itt vicces a munkákra, badász. Itt jobb klikkelj rá. Igen, itt van a vadász. Szörnyekre és átokra, hogy pénzt kapas, horgász. Igen, fegyver, sör. Nagyon jó. Nagyon, szuper. Az alternatívával ki tudsz lépni, de most szerintem nem igen. Szeretnél. Igen, nem, megvan. Úgyhogy... Ha valamit kiírnál a szerveren, akkor kijelzi tudtommal azt, hogy milyen munkába vagy. De ez nem a 100%-os, ugyanis változások történtek benne. Ugyanis elég sok idegesítés lehet ebből. Megnézed, 3 munkát fel tudsz venni egyébként, kis próbáltat, ha szeretnéd. És többet már nem enged, ugye? Nem, igen. Tehát 3-at egyszerre enged, én felvettem a farmert és a favágót, és a vadászt illetve. Az ott az na, első. Na, akkor ezt fog meg, ezt ott odaadom neked. Oké. Okay. Mi a neve, James? Tessék. Ezt úgy odaadtam neked. Gyere, per warp állatform, amit egyszer ezt itt be is mutatunk. Ez itt egy nagyon szép üvegkupola, ami alá építettünk kis szigetet. Hú, nagyon jól néz ki. Magunk által készített. Hú, de szép basszus. Jó, jó aprólékos munka basszus. Nagyon szép, gyönyörű. Nagyon szép. Persze, van benne segítség, mondjuk a búrával. Uh-huh. De nagyon jó. Nem baj. Jól néz ki. És a víz is na, nem. Szóval itt lesz spawnolnak állatok, amiket te itt megölhetsz vadásszal. Most ha beírod, hogy mennyi pénzed van. Azt hogyan tudom? Beírod, hogy per money, vagy per balance. Per money, balance, vagy oké, okay, ott dollárom van. Vagy per money, vagy per balance. Aha. Oké, okay, most csak itt állatokat kéne néznem. Itt van egy-e. Most akkor. Ez mi ez? Kutya? Kutya. Valószínűleg kutyája nem fog adni ezt. Ja. Így tényleg. Most ezt már picit régebben csináltam. Miért nem adja a tulajdonosra most? De jól néz ki. Ott van egy kutya, mindig kutyák vannak. Ő nem lehet a kutyát meglovagolni? Nem. Tök vicceltem. De próbálhatsz, mondjuk itt van egy tehén, esetleg ahogy megpróbálni. Már van csirke, várj, azt meg lehet, ugye? Akkor próbálnunk a csirkét. Megyek csirkéhez, csirke goma, gyere ide. Ó, oh, de jó, ott van kis csirka ott benn. Hát mit csinál, pörög? Ez spawnolja. Na szóval, ha most beírsz egy olyat, hogy per money, mint az előbb, most már előleg több pénz. Igen, 7 dolláron van. Vagy eurón, vagy dollár. 5. 2-t kaptam egy csirkért, de jó? És akkor itt, tehát itt ölök mindenfele egyébként, akkor itt több pénzem lesz, ugye? Munkákkal pénzt szeretsz, ez már persze kaját. Aha. Egyébként meg is próbálhatod, viszont a terep nem rombolható. Tehát megpróbáltod. Tényleg, aha. You don't have permission for this area. Aha, tök jó egyébként. Nagyon tetszik nekem egyébként, hogy lehet szórakozni. Ja igen, vettem fel most egy izét, amit meg lehet majd sütni, ugye, ha le van sütőd, meg ilyen tollat, meg cuccokat, tök jó, nagyon tetszik egyébként, mert
Mert ha megnézitek egyébként, itt el lehet vele szórakozni, és pénzt is kereshetsz. Szerverünkön egy fix 100-150-200 playeres limit számot tudunk úgy biztosítani, hogy lagmentes legyen a szerver. Természetesen a szervert folyamatosan fejlesztjük, mind gépügyileg, mert ugye ez a szerver nem bérelt szerver, hanem egy VPS szerverről fut. Buddy, join your channel. És folyamatosan bővítjük, mind fejlesztésügyileg és mind gépügyileg. Hogyha látjuk, hogy ez a szerver nem, mert ez a férőhely nem elég, akkor nyilván bővíteni fogjuk a gépet is, hogy több embert elbírjon, és a slot számot is. A slot szám annyira lesz beállítva, amennyi playert mi lagmentesen el tudunk bírni, mert szerintem úgy jobb, hogyha te fent vagy, akkor nem laggolsz, mint hogyha bárki fel tudjon jönni bármikor, mert annyi slot hely van, de szarra laggolják magukat. Igen, amúgy épp azt néztem egyébként, hogy tehát erről láthatólag egyébként szerintem nagyon sokan leszünk. Nem azért mondom egyébként, hogy most így tehát promotáljak meg, mit tudom én, de lesznek meglepetéseim, és majd azt megtudjátok egy következő videónkba, ahol valószínűleg sok dolgon csodálkozni fogtok, de nagyon szeretném, hogy minél többen gyertek egyébként, mert az, hogy egy jó társaságot kialakítunk, az szerintem elengedhetetlen. Az, hogy például, tehát tény és való, hogy rengeteg Minecraft szerver van, és szerintem ez egy baromi jó lesz. Erről láthatólag tényleg, tehát én nekem idáig tetszik, de még nézzünk dolgokat, jó srácok? Úgyhogy Mini, mondjad, hova menjünk, jó? Akkor menjünk a valamelyik event részre, amit már Bishop-on nekünk megmutatni. Menjünk először a sima eventekre, Peror eventek néven. Akkor innentől ez már egy Bishop okay. része. Jelenleg itt négy eventünk van felsorolva, de ennél több van. Majd azt, hogy Bishop részletezi nekünk. Oké, Bishop. Mint ahogy látjátok, a táblára ki van írva, hogy mondjuk Sleeve, Event, Bob Arena és TNT Run, ennél tényleg több van. Jobb klikkeltek a táblára, mondjuk a Sleeve Arena-ra, és be is dob minket. Úgy kiírja, hogy 20 másodperc múlva kezdődik. Igen, game starting 20, aki nem tudna angolul. Ó, de jó. De jól néz ki. Hát így a célszerű menni, de hát csak az. Mit kéne csinálni? Egymást tölni, vagy mi? Mivel kaptál egy íjat, ezért valószínűleg azzal kéne lőnöd. Nem a karddal. Hallod? Igen. James, nem a karddal kell. Ez íjat. Az van kezemben, nem? Nem, nálam a kardod van. Tényleg? Hát lőj vele. Most hova kerültem? Meghaltam. Nem igazából konvárd is. Meghaltam. Itt vagyunk konvárdra ketten felül, nézzünk titeket. Ha-hú. Ha-hú. Nézzünk titeket, ahogy ugráltok. De milyen jó zöld egyébként, azt nézem. Nát kis zöld ilyen ízek vannak? Igen. Nagyon jól néz ki. Na, gyertek ide, és akkor itt jobb-klikkelünk. Hogyan tudunk oda menni? Jobb-klikkelünk. Itt a spawnra. Igen, megyek. Itt ezekre a táblákra. Futok, rohanok. Igen, és táblára látkozom, hogy tudom mindenkit a spawnra. És itt egyébként miket lehet szerezni? Pénzt. Aha, szóval pénzt lehet. Pénzt lehet, nyerés sem. Na, akkor innét futunk egyet, gyere. Megyek. Innét átérünk egy szép kis akasztófán keresztül. Megyek. Itt van diszkó! Igen, pontosan az eventek. Nem mondod. Akkor melyik legyen a következő. A drop eventet most így nem szeretném megmutatni, szintén Bishop se. Nem, azt majd a Mob Arena-t. TNT-ren is nagyon jó. Az is jó. Akkor megnézzük a... Van ezünk TNT-ren. Megnézzük a TNT-ren. Wow. TNT-ren, leave, oké. Elhagyás. A lényeg, ne állj meg. Oké. Jaj, mi történt? Úristen! Nem mondod, hogy avval lépek ott szörnyterem? Meghaltam!
És nem mond... Aha, a támány. Ja, lejjebb meg. Tényle több szint van. Úristen. Négy szint van. Ez nagyon durva. Ja, és a ugrászt is megy a nem már. Tehát nem úgy van mindegyes szervereken, hogy ha ugrász, ja, igen, egy ugrálás, ja. Tehát az ugrálok, akkor is megy alattam, de durva. Ez nagyon tetszik. Vá, ne! Ó, mint ne? Ne, estem. Na, srácok, én túlélem. De meghalok? Nem. Még egy szint van alattunk. Gyerekek, én még fent vagyok utolsóként, úgyhogy lemegyek. Ahó. Nem kell lejönnöd, szeretnéd megnyerni, én már lent vagyok. Ugye az Eri meg, aki utoljára fennmarad? Akkor megnyerem. És utána énekelek egyet, nem? Csak vicceltem. Á, meghaltam. És még annyi, hogy senki nem tud kreatívozni. Aha. Nem senki, akinek mondjuk olyan rangja lesz, hogy Diamond, vagy hát olyat vesz, majd azt se tud game módozni semmiképp. De ugye eltűnt, én azért tudok repkedni, nem léptem most be az arénába, csak ráteleportáltam. Ez nagyon jó, ez tényleg tetszik. Ez a TNT-ren az egyik kedvencem ideig. Na, srácok, a MOB arénát még egyelőre nem próbáljuk ki, mert szerintem van még más, amit megnézhetünk. Titkot. Igen, egyébként. Én megnéztem amúgy, egyelőre is, fuhú, nagyon jó. Na, ha jól tudom, szeretnék kis nehézséget esetleg, és akkor valami kis nehézséget. Akkor pervart, láva rune. Mi láva rune? Aha. Na ne. Hajra, menj végig. Úristen. Ez mi? De durva. Megégtem. Ezt én csináltam, szóval hogyha valamelyik player majd valaki szídni, akkor meghaltam. Lehet ezért szídni. Még egyszer. Warp. Ez nagyon durva, halljátok. Ez... Az olyan, hogy tele van Jack utca van. Már nem jó, de izgalmas, hát ez. Megint égek. Jaj, bocs. Nem baj, jó ez. Ez jó, 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 nagyon-nagyon-nagyon jó. Vannak még valamik, srácok? Megnézzünk. Persze, hogy van. Rengeteg dolog van. Kastély. Mi? Tehát van kastély, igen, kastély. Akartam mondani. Oda most hogy tudok oda menni? Ja, telkek, ugye? Ja, igen, üdvözlök, meg az. Hú, de. Ezt nem is tudom, ki építette. Nagyon jó szerintem. Tök jól néz ki. Ó. Munkák parancsai. Ez le van írva minden egyébként, tehát csak olvasni kell a táblákat. Rengeteg info le van írva. Ó, hát mi van ez? Ez ilyen izé? Tehát csillagkapu? Igen, de a csillagkapuval nem úgy tudsz elmenni, hanem per warp. Ja, de jó lesz. Le is van írva. Le van írva, igen, hogy nem működik. Ez szándékos. Nagyon jó. Mint vásárolhatsz magadnak telket, ha szeretnél, és építhetsz. Már van pár. No, de ha már itt vagyunk, a cuccokat telkekhez, pervar telkek, és pervar, nem, pervar vadon, egy, és a itt körülnézhetsz, ha gondolod, és a második pedig, ahova szeretnénk úgy menni, ugyanez a warp, csak éppen picit máshogyan, és úgy, hogy PvP vadon. A skin található ebben a vadonban, ahol most még nem lehet PvP-zni. Viszont a PvP vadonba tudsz PvP-zni. Tehát itt most szabadon mászkálhatsz, itt nem. Annyit hozzátennék ez az egész, ez még hogy a szervenünk 1.7.10-es verzióval elérhető, illetve 1.7.9-essel is egyaránt. Amíg a kliensünk íródik, ami nem tudom, hogy hány napba fog beletelni, de már nem sok, addig mindenfajta launcherből elérhető lesz a szerverünk.
ezután pedig csak a mi saját kliensünkből lesz elérhető a szerver. Viszont, hogyha olyan problémákat észlelünk, hogy valakinek nem működik a kliens, akkor elérhetővé tesszük a többi szerver, vagy az alap Minecraft klienséből is. Uh-huh. Egyaránt. Az nagyon jó, mert akkor majd a videó alá leírom, megcsinálok majd erről egy videót egyébként, jó? Hogy hogyan is kell megcsinálni, hogyan kell letölteni ilyeneket. Szóval, mi kijött ki a földből? Senki. Természetesen, bocsi, mondjad. Gyere a per vagy PvP vadonba, légy szíves. Barp. PvP? Vadon, egybe? Igen. Külön? Egybe. Külön? Természetesen a saját kliensünket a weboldal kezdő lapjáról, vagy egy külön arra szánt menüpontból le lehet majd tölteni. Szóval nem lesz egy nagy mutatvány. Oké. Okay. Pontosan. És a kliensünk befejezése az egyenlő lesz azzal, hogy elérhetőek lesznek az egyedi köpenyek, karúrák, sapkák, stb. Illetve tervezek én egyedi blokkokat is. Pontosan. Na, pervarp PvP vadonba jössz. Aha. Esetleg itt találkozunk. Pervarp PvP vadon. Hát akkor még egyszer. Akkor még egyszer. Akkor még egyszer. Ja, el kéne hagynom az arénát, vagy mi? Itt vagyok a PvP arénába. Arénába? Tehát börtön, meg mit tudom én. Okay. Jó, oké, oda tépéztek, közi. Itt vagyok már. PvP on. Most én nem tudom, hogy hol voltál, de biztos valami szép helyen. Ja, nem is tudom, hova mentem. PvP arénába volt. Ja, hát igen, benne a PvP arénában nem ja, hoztam hát csak, hogy... csak a spawnján. Ezeket ki tudom ütni? Nem. Csak a kerítéseken és a házon kívül tudsz rombolni. Oké. Okay. Oha, ugrálna valaki. Ó, ki volt az? Csontváz bácsi. Jó, gyere! Gyere, zombi nation. De ha már ilyen börtönt megemlítettük, akkor menjünk pervar börtönbe. Az börtön, van? Hát szerintem akkor a James legyen is egy tesztalany és mini börtönöző. De börtönözöl? Jó. Ne. Rendőr bácsi, mondjuk egy percre. Rendőr bácsi, oha, de szép. Úgy kóguszpok. Zöld szemmel. Vagy izé? Vagy a spongyabobból, minek hívják, aki klarnétozik? Akkor óra van. Tünetcsáp azaz. Nem úgy néz ki. Nos, ennyi volt az első videóm, ami ugyebár a Lionecraftot mutatta be. Itt mindenképp fogok szerepelni, mindenképp itt leszek, és még sok híres YouTube videós lesz. Nem akarok neveket mondani, mert nem szeretném behíreszteni előre, de mint mondtam a videóban is, nagyon-nagyon csodálkozni fogtok, hogy kik lesznek itt, és kik fognak itt játszani. Úgyhogy ajánlom, hogy minden percét itt töltsétek, mert hamarosan meglepetésünk lesz, és ezt majd tájékoztatni foglak titeket a videómból, mert ez nem csak az első videóm lesz. Úgyhogy további jó játékot, és Lionecraft forever! Sziasztok!